Na, sziasztok! Szombat reggel van. Különleges nap ez a mai. Nettó montizása első napján. Krista mögöttünk. Anyu régi Magellan Pixi Steam. Gyere ide, hogy lássanak! Magellan Pixi Steam Aorkán, illetve Hungaria Aorkán telóval ellátott 26-os Montián, ÖSPD-vel. Kipróbálja milyen hegyezni. Életében először. Bizony, szép új cipője van, és képzeljétek el, ennek köszönhetően vett tegnap egy bukót. Egy szép mavikot. Igaz, hogy nem velem vetette meg, de ezért még számolok vele. 20-ig vagy gyorsan kellett? Mákos tészta. De legalább van, és legalább jól is áll. Tudod, hogy örülök neki? Nem is értem, hogy eddig miért nem kell. Mert a nők ilyenek. Azt hiszik, nem kell. De ilyenek a kezdőbringások is. Úgyhogy most már melyik vagy? Vagy a kezdőbringás, vagy a nő? Akkor csak nő lehet. Kizárásos alapon. Tökéletes neki az ülésméret, amiben be volt állítva. Anyujé. SPD-vel megy. Ups. És egész jó. Most felfújtuk neki azt a villát, mert kevés volt benne a levegő. Nagyjából ennyi. Jó ez a cucc. Igazából ez valamelyes teszt is, meg bemutató is, mert ezt a régi 26-ost anyukám el akarja adni. Aztán hát, ha valakit érdekel. Na, eddig milyen a dög? Nagyon jó, arra a döntésre jutottam, hogy veszünk biciklit. Na, azt nem mondtam nektek, srácok, hogy ez egy dupla tesztnap, és ez is lesz a videó címe, hogy dupla tesztnap, mert hogy ő a Krista montizást teszteli életében először, SPD-vel ráadásul, mert ő gyakorolt SPD-s, igaz, hogy városi kerékpáron, én meg ugye az új hajtást, amit most gyorsan megint megmutatok, ha valaki lemaradt volna róla, fog meg Réci Krista. És ez az új hajtás, egy 34T Narrowwide elől, megvárom a villamot, Rittig aktor jön, amikor beszélek. Na, tehát 34T Narrowwide elől, és egy 1142-es sor hátul, 10-es rendszerben, ezt tudja a dög. Tehát egyszer 11, egyszer 10-es rendszer. Most fura lesz, mert eddig a legkisebb tányérom 26, 22 volt, és 32 nagy. Most egyáltalán nincs kicsi, csak nagy van. Cserébe ugye nagyobb lett hátul két foggal a kazetta kiosztása. A legnagyobb az 42, alatta jön a 36, és végül a... Nem, mi jön alatta? 36, de és alatta a 32-es. Tehát ez ilyen váltás van. 32, 36, 42. Meglátjuk, milyen lesz. Drukoljatok. Látni fogjátok, hogy szenvedek majd fölfelé. Fogok, mert ebben most nincs kis tányér. Krista meg élete először. Őt is elmondom, hogy egy 11-36-os hátsó sorral, elől egy 22-32-es tányérkiosztással váltóval indul, mert életében az az első, tehát nem kell megszivatni. Ugye az is egy 10-es rendszer. Ezen felül van egy Hungaria Aorkán, vagy Hungaria Aorkán, ez a Twin villája, levegős mindkét oldalt, mind a kettőt fújni kell, és egy Pixis, Magellan Pixis vázon, egy alumínium, egy széles kormány, kicsit magasabb stucnival. Ez az ő kezdő bringád, amit hallottátok, kezd beleszeretni a Montiba, úgyhogy lesz neki, ahogy elnézik valami más. Mert ez most ugye csak kölcsön bicolnyitól. Ez volt anyám bringája. Igen. Ez is egy szép dög, sőt. Az a Hungari villa az egy nagyon jó kis cucc. Kár, hogy már nem gyártanak ilyet, mert az idős embernek már nincs. Mi bejöttünk erre az ösvényre, és ezen fogunk elgurulni, aztán megyünk már a hegyre. Ugyanaz, ahol múltkor mentünk a többiekkel. Amúgy 11.50-es tányérra terveztem a 34-es hajtást. Jaj, de gyönyörű az a kutyú. Te nagyon szép vagy! Nagyon szép! Hát nagyon szívesen. Gyönyörű az a kutya. Jó, pedig előre szaladtak el a kutya. Nagyon szép! És még kis finnyás is. Vagy milyen finnyás, frappás. Végre. Hirtelen olyan csend lett, nem? Ki az első tárcsám, az nagyon hangos.
Jaj. Tudókám, figyelj, jöhetsz. Aranypofa. Semmi baj, dehogy is. Belőle már jó rider lesz. Na most kipróbálja. Narrow ride-ot a Krista. Na ez a magasság majdnem, hát igen, alacsony. Följebb kell húzni. Egyébként jó. Fékkel óvatosan. Igen, mert te megcsúszhatsz a pedálon. Na, kezdődik Krista első montizása. Hopp. Bent is vagy, ez már a völgy. Már hivatalosan kerékpárúton. Szia, kutya! Na, hogy azért mész elő, hogy a többiek is lássák, hogy te itt bírsz első montisként. Keresztbe váltó. Keresztbe volt? Hát a nagy tányér, hogy nehogy lassíts nekem ilyenkor! Na, 34-32 megyek jelenleg. 32-28. Ha jól látom. Nem, 20... Hát de, 26-on. Én már kiköpöm a tüdőm. Még jó, hogy az XT preferálja a keresztbeváltást. Mert egyébként van kis tányérod. Még nem? Fog kelleni. Nézd csak. Jodrozhatsz, arra is vigyázz. Jó napot! Krista nagyon élvezi. Na, egész jól bírod. Ennyit számít a söpödő? Igen, szokik ugrani. Na, akkor most már tudjuk, hogy neked a 1x10-től 1x12-esig bármi jó lesz. Igen. Nem, hiszen nem nagyon fogod használni a kis tányért. Nem tudom. Hát, ha ebből ilyen jól mész föl, jó, mondjuk ez az eleje, még nem vagy kifáradva. Itt kell figyelned, itt már válts kis tányérra szerintem, mert oké, hogy erős vagy, de nézd meg. Aha, és nézz előre. Ezért mondtam. Jó, szerintem. Inkább pörges, tehát az a lényeg, hogy itt pörgetni kell, ilyen szépen. Látod? Hülyén néz ki hátulról, de innen. Igen, nem beszélünk innen. Bocsánat, a gyökereken, ha hátmész, emeld meg és hajolj előre. Jó. Oké? Ha nem megy föl, akkor ugorj egyet, hogy fölpattanjon a segge. Mint a patkán. Még nem beszélünk csúnyán. Na most már csak egy fokozat van hátul. Na ezt én is megérzem jelenleg. 34 tével. Olyan, mint 2 évvel ezelőtt a normál hajtás. Pont úgy fáj. Hú. Én választottam. Na tehát fölemeled, elejét, előre húzod. Fölemeled, előre húzod. Érted? Úgy és előre húz. Kavicsoknál is. Gyakorolj, menj rá nyugodtan, ami nem éles. Gyakorold a felhúzást. Elő legyen a súlypontod. Az egy XC bringalban könnyű mászni. Szívesen. Fáj? Akkor nyom még egyet. Még van egy fokozatod. Nyomjad, nyom. Ne, ezt nem. Mész vissza. Menj vissza, megvárok fönn. Fújt ki magad. Még hátrébb. Legyen sebességed, meg ne botolj meg kis sebességen a gyökéren. Nagyjából. És nagyobb nyomatékkal indulj. Először majd váltanod kell. Várj egy picit, elmennek a hölgyek. Addig fúj.
Na, most, hogy leváltottál hármasra, elindulsz lassan, és ahogy átérsz az út közepéig, válts kettesre, mielőtt elkezd nagyon emelkedni föl az egyesre, oké? Okay? És próbálj meg folyamatosan ugyanazon a pörgésszámon jönni. Szólj, ha mehet. Ilyenkor nehéz elindulni. Ez az? Jó? Várj, ha ez az. Lassabb most, oké? Okay? Az az. Most könnyebbre. Az az, jó? És húzd magad. Nem, most nehezebbre csináltam. Nem baj. Nem, jó a nyomaték. Jó a nyomaték. Ugyanaz a pörgésszám. Ügyes vagy, oké? Okay? Megyek balra. Na, ez kihívás lesz. Majdnem a legfelül. Pörgesd meg! Na, eddig jó, és még van fokozat. Ez nehéz lesz, szóltam. 34 té gyerek. Annyira nem vagyok bén. Jól van. És még van egy foki hátul. 42-es. Majd bemutatom. Mindjárt. Tehát most 34-36-on jöttem. Sziasztok! Na, fejlődés skill pipálva. Tessék, mondom. Még volt egy fok. Látom, bokros túl jössz. Semmi baj, első montizásnál ezt. Meg felakadtál fölfelé? Túl kicsibe voltál, mi? Nem baj. Már mindegy. Mész egy újabb kört, hogy föl tudsz eljönni egy slungra? Mi? Mész egy kört, hogy föl tudsz eljönni egy slungra? Nem. Pedig levideózhatom végig, hogy jössz föl. Nem. Tőlem mehet? Kész vagy? Mennyi, ne hagyd abba, pedálozz gyorsabban. Azaz. Nem baj, mennyi, ügyes vagy. Semmi gond, menjél. Ne, ez az, ment az, látod? Majdnem estünkre. Mondasz-e valamit erről eddig nézőknek? Azoknak, akik nem próbálták. Próbáljátok ki. Kicsit nehéz, de nagyon jó. Még élsz? Hányszor haltál meg? Egyszer. Még csak egyszer. Tehát lefelé, ezt mindenkinek neked is mondom, visszatesszük nagy tányérra, és az a lényeg, hogy ne fékezz gyorsan, mármint ne fékezz nagyokat, ne menj gyorsan először, amíg nem ismered a terepet, és ne félj, és a másik, hogy ne üljön nyerekbe, a rogyasz, ne hajolj túl erről, és ne legyél túl hátul. Kényelmesen. Hát srácok, az eddigi konklúzió a bringáról, hogy picit nehezebb vele fölfele jönni, ugye, mert egyen nagyobb a tányér, de meg ugye nincs kicsi, de sokkal könnyebb olyan szempontból tekerni, folyamatosan fogja a láncot, nem érzem, hogy elenged, tehát minden egyes hajtást átvesz, jól, tehát a narrowbody tányérnak nagyon nagy előnyei vannak. Azoknak mondom, akik eddig kettős rendszert használtak, hogy mi ebben az előny. Azt ugye tudni kell, hogy én elő is növeltem, meg hátul is, de ugyanakkor elő csökkentettem, illetve nagyon nagyot növeltem. De ahhoz képest szerintem jó. Tehát itt kezdem úgy érezni, hogy a bringa már nincs úgy elfogyva alattam. Én vagyok, most már kevés hozzá. Ami egy nagyon dolog. Tehát, hogy nekem kell fejlődni, és ezt akartam elérni, hogy legyen hová. Az előző hajtásrendszert azt már ugye felfejlődtük, ha lehet így mondani. Ezt már tudtam kezelni rendesen. Ez nem ugrik, nincs semmi baja, nagyon stabil, nagyon megy. Régi XT váltó, Sunrace MS3, 1142, és egy Snail 34T. Emellé van egy Taja Silver 101-es, Deka 101-es lánc. Indulanduszka. Nem megyek gyorsan, hogy tudjál követni. Jó. Eddig jól jössz, ahhoz képest, hogy első.
Nem baj, engedd ki egy kicsit jobban a féket, azaz. Az, mikor tudsz egyenesen, nem, nincs kanyar, akkor gyere nyugodtan, bátran. Na, ott le, jó fele mész. Nem. Próbáld ki. Menjél, lássuk, hogy mit tudsz. Arra le, és egyenesen tovább. Lesz egy hupli a közepén, arra figyelj. Itt, látod, pont a kavics végén. Szép volt? Ügyes vagy, arra megyünk. Hátul váltsd nagyobbra, mert túl kicsibe mész. Huplira vigyázz. Mehetsz, ha bírod, csak szóltam, hogy nehogy neki menj valaminek. Még mindig túl kicsi, de jó. Ha túl pörgös, erősebbnek érzed magad, akkor megint csak tedd vissza nagyra. Ám, akkor jó lesz. Azt mondod? Még itt lesz a rész. Használd ki, amit úgy látsz, hogy átmegy, azon nyugodtan menjél át, ne sajnáld. Csak pörgess, tudod, amit mondtam. Ez a kedvenc trélem. Ezt már mondtam is többször a videóban. Na, mászókázzunk. Hányban vagyok? Ó, még van. Bőven. Szemben ugye van az a hirtelen emelkedő. Úgyhogy ott majd nagyon nyomnod kell. Úgyhogy az a tanácsom, hogy föltesszük nagy tányérra, jó? Lefele mész, az ajánlom már simán megtekered, és folyamatosan változ csak jobb oldalt hátul. Oké? Okay? Megvárjanak fönt és felvegyelek, hogy jössz? Nem tudom. Jó. Ügyes vagy, király, menj tovább! Menj! Fasza! Hajrá, Kriszta! Nekem ez nagyon tetszik, ezen megyek. Kisza is ott jött. Itt majd lesz egy éles jobbra. Mármint hirtelen inkább úgy mondom. Itt jobbra. Na, tényleg sokat erősödhettem, mert most is van még 3 fokozat. Én erre büszke vagyok. Jókar. Jó, hogyha ne letűnjön nagyképűnek. Nem azért csinálom. Szerintem jó érzés, hogy ez is egy fejlődés. Jobbra vagy balra? Könnyű vagy nehéz? Nem tudom. Akkor nehéz. Ha nem válogatsz, kapod a rosszabbat. És? Sziasztok! Nagyon élvezetes ugratgatni! Jó rider lesz belőled is! Itt a pihi és az evés ideje. Tessék az a tiéd, ami fölül volt. Köszönöm. És megint jobbra! Panoráma út! Fölmenjünk vízére a 3-as határhegyre. Ez egy nagyon jó hajtható track, itt lehet haladni. Olyan fölfele mész, de mégis, mintha vízszintbe mennél, vagy le. Valahogy jól emelkedik. Ez az új csöpi kilátó, ha? Kis csöpike kilátócska. Megmutatom a nézőknek is, mit látni. Itt pont a tornyot. Ha megy elég ide.
De ezek csak csövek. Semmi különös, ott egy templomocska. Vagy mi az? Itt Békás megye. Igen. Újpesti vasúti hír. Akkor se tetszik, hogy így hívják, mert nem ez a neve. Köszi szépen még egyszer. Angi azt mondta, hogy nem jön bringád, és ezt csak itt találtuk a hegyen. Megmagyarázom. Meséld el a nézőt. Kizenkok álltam. Úgy fáj a karom, ez a moderna. Ez a moderna vál. Nem baj, jó az. Ez a moderna, nézd meg. Tehát nem gyúrtam. Na. Ez a viszé. Ha itt rendszeresen mentünk végén. Na, Angéla csatlakozott hozzánk egy kicsit. Meglátja, hogy meddig. Ezen is nagyon jó lefelé. Egyszer majd próbált ki. Köszönjük. Meg most azt tervezem, hogy a szingülön mászunk föl is. Csak azt ugye az elejét föl kell tolni, mert nem lehet megtekerni. Próbáljuk meg. Aha. Nem. Valahogy volt egy érzés, hogy nem lesz elég lendület. Nem baj. Jó. Hoppá, várj, előbb első. Nekem is váltani kell, mert ez nagy ehhez. Nem tudok megindulni. Megvan. Hú. Hány az vagyok? Nem látom. Túl kicsibe, mert nagyon könnyű tekerni. Jó. Most jobb. Mehetsz, jövünk. Én vagyok a bizonyíték, Angéla, hogy egy tányéros 10-es rendszerrel is lehet mászni. 34 tével. Na. Még volt 3 fokozat, az igen, a végére, és jobbra, vagy mehetünk betonon, inkább jobbra. Na, most vagyok maximumon. Itt derül ki a 44-es tányér. Nem estet? Nem estetek el? Akkor jó. Na, nekem itt kerülni kell, mert azon biztos, hogy nem jutok föl. Meg a víz erre van. Víz megvan. Megvan a vizecske. Ha már itt vagyok, följöttem idáig, akkor innen fölmegyek odáig is. Jó napot! Na, kíváncsi vagyok, mit bírok itt föl. Jobban kell nyomni, mint a 32-vel. Meg a 22-vel, de megyek. Megvan. És még volt egy fokozat. Yes! Most így képzeletben szól a Rocky zenéje. Hú. Szia kutya! Üdvözlet! Hú, de szép! Vissza vagyunk az én, az jó lesz a kis trélem? Lefelé majd óvatosan.
köszönjük szépen, jó napot! Lemaradtak egy picit, nagyon gyorsan jöttem. Mindig azt hiszem, hogy látok valakit, de nem. Pipi! Ott vannak, jó van. Meg van. Ki? Ja, Istenem! Látod a magas levegő átka? Ó, basszus! Annyira húztam a kamera, ne akadjon be! Basszus! Ügyes vagy! Kicsit túl középen jöttél! Ezzel a kamerával nem lehet tudni. Nem a kamera volt a gond, a táskád! Jó, jó napot! Azt féltettem! Jó volt ez! Kell ilyen is vele! Mindenki? Ez a 34T nagyon jó. Sokkal stabilabb a dög. Narrowbike tányérral. Sokkal biztonságosabbnak érzem. Jobban haladok. Még majd tudom a tétre is jobban. Hát üdvözlet, köszönjük, mint ketten vannak közöttünk. Jó napot! Lemaradtatok a poénról, Angél azt mondja, baj van, elhagytam valamit. Na mit csinált? Elkezd turkálni a zsebével, napszemüveget. Ott volt a szemén! Nagyon jó! Na, kijöttünk a panorámáról, és ott tartunk, hogy visszamegyünk ott, ahol jöttünk. Egy sáj, kicsit Árpád királytó, majd haza. Mert most már 3 óra elmúlt, és még azért haza kell érni Kőbányára. Ja.
nagyon ügyes vagy, király, hajrá! Kell neked egy bicikli! Ha már anyujéval ilyen jól jössz le, már sokat jelent. Futás tovább. Gondolom nem akartok Vöröskölvárra menni, meg Krisztát nem akarom bevinni a sűrűjébe, balra megy! Szia! Itt bal! Itt jöttünk! Szia! Jó napot! Köszönöm! Jó napot, király! Ott jön! 5 másodperc telt el! Csajszi! Király! Gyere! Csap bele! Csap bele! 5 másodperc jöttél később, mint mi! Első utadon! Na azt nyom meg ott! Nagyon! Jó napot kívánok! És ezt is! Így a nap végére lehet így mondani, már azért érzem a térdemet, de inkább a combom felső részét. A 34-tél azért megkövetel erősebb tempót, de működik. És ez jó hír. Még pont mondani fogom párszor szerintem. Én nem állok meg, mert megpusztulok, ha megállok. Egyenesen. Mindig fölfele. Vagy lefelégig, vagy föl. Ami fáj, az a jó. Ez egy jó kis kör volt, igen. Na srácok, elköszönünk. Kriszta, még mondj egy pár mondatot, miért lemerül a kamera. Gyors. Nem is tudom, mit mondjak. Még mindig kell egy biciklész. Igen. Biztatod a kezdőcsajokat? Igen, határozott. Angéla, biztatod a kezdőcsajokat? Nagyszerű. És ha nem kezdőket, jöjjenek el? Mindenki. Jó van. A kultúrharc egyik éllovasát láttuk. Jó van, akkor amíg vesz a kamera, vesz. Menjünk. Ez a vége. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok, megnéztétek. Találkozunk legközelebb. A Montibant a mai napját látják. Krisztával és a felét Angélával. Vagy második felét.
csak nyugodtan lassítunk. Köszönjük szépen. Szia kutya, de szép vagy! De itt több kavics volt? Szia! Üdvözlet! Kavicsot vertem föl, annak volt hangja? Jó, mert féltem. Azt hittem, hogy lejtettem valamit. Nem, minden ment. Minden ment, jó van. Jön, ott van mögöttünk. Meg vagy, Krista? Ha? Jó napot! Sziasztok!